Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymelegvár konyhájában! Ezúttal egy eperes fehércsak és tejberés torta elkészítését mutatom meg nektek, cukor és fehérdísz nélkül. Készítettem már korábban is tejberés tortát, az is nagyon finom volt, esetleg ha valakit érdekelne, az egy erdei gyümölcsös volt, majd a linkjét a videó alatti leírásban megtaláljátok, és természetesen ennek a süteménynek a pontos hozzávalóit is, most is, mint mindig. A rizses réteg hozzávalói 200 g rizs, én ezt a tejberéshez ajánlott Aldis rizst használtam, ehhez kellett a 7 dl tej, ha valaki esetleg hagyományos rizssel, amilyet szokott használni, használja, lehet, hogy nem ez a tejmennyiség szükséges. 150 g fehér csokoládéra lesz szükség, 100 ml tejszínre, 200 g krémsajtra, ez bármilyen krémsajt lehet, ízlés szerint vaníliára, 4 darab labzselatinra, és ha valakinek a fehér csokitól nem lett elég édes, akkor még édesítőt adhat hozzá, én ízlés szerint én is adtam hozzá egy keveset. A megmosott rizst tegyük egy fazékba, és öntsük fel tejjel, én először csak a fele tejet öntöttem hozzá, egy kevés édesítőt is adtam hozzá, a vaníliát, és így kezdtem el főzni. Fokozatosan adagoltam hozzá a tejet, tehát hangsúlyozom még egyszer, ehhez a fajta rizshez kellett nekem végül 7 dl tej, tehát ugyanúgy, mint egy tejberist, puhára kell főzni, amikor nekem még pici tej volt rajta, akkor lefettem, hogy azt magába szívja. Az eperzselé hozzávalói 200 g eper, én itt fagyasztott epret használtam, egy teáskanálnyi édesítő vagy ízlés szerint, ugyanennyi citromlé, egy kevés víz, és 2 darab labzselatin. Az epret egy nagyon kevés vízzel tegyük fel főni, menet közben ízesítsük citromlével és édesítővel, ez az eper édességétől függ. Közben a labzselatinokat áztassuk be hideg vízbe, és ha annyira megpuhult az eper, hogy szét lehet nyomni spatulával az edény oldalán, akkor botmixerezzük le. Ha valaki szeretné, hogy a magok ne kerüljenek bele, mert mondjuk nagyobb szemű eper volt neki kéznél, az át is passzírozhatja, én nem tettem, ezek nagyon kis picikek is eprek voltak. Ezután, ha nagyon sűrű, még vízzel higíthatjátok, én még tettem hozzá 2 evőkanálnyit, majd a felpuhult labzselatinokat kicsavartam, és még a forró püréhez kevertem, egészen addig kevertem, hogy alaposan egy nem üsödjön. Ezután tegyük félre hűlni. A kekszes réteg hozzávalói 170 g teljes körlési cukormentes keksz, a szokásos, amit én általában nagyrészt használok, ezen kívül 60 g vaj. Egy 19 cm átmérőjű tortakarikába állítom össze, de csatos tortaforma is teljesen megfelel, ha ilyet használtok, akkor az aljára sütőpapírt, az oldalára acetátfóliát vagy szintén sütőpapírt tegyetek, hogy szebben ki lehessen menni belőle a sütemény. Kekszet, ha ledaráltuk, olvasszuk meg a vajat, keverjük el a kekszel, majd simítsuk a tortaforma aljába, és egy egyenes aljú pohár, vagy egy sütipecsét segítségével, én nagyon szeretem a sütipecsétet használni, tökéletesen megfelel erre a célra, többet használom erre, mint kekszkészítésre. Nyomkodjátok le alaposan, majd tegyétek a hűtőbe. Ha kihűlt a rizs, folytassuk a sütemény összeállítását, a labzselatinokat áztassuk be jéghideg vízbe, a fehér csokit pedig olvasszuk meg a mikróban, óvatosan, nehogy megígjen, szakaszosan, meg-megállítva, meg-megkevergetve. A kihűlt rizst tegyük át egy nagyobb edénybe, adjuk hozzá az olvasztott fehér csokit, jó alaposan keverjük vele össze, ezután adhatjuk hozzá a krémsajtot is, és kóstoljátok meg, ha valakinek nem elég édes, akkor édesítheti, ezután a jól lehűtött tejszínt verjük habbá, most én egy papírtörlővel vontam körbe, hogy ne legyen minden tiszta tejszín, egy nagyon pici édesítőt még adtam hozzá, ami a leírásban szerepel, az a végleges mennyisége majd az édesítőnek. Ezt most jó kemény habbá kell verni, majd adjuk hozzá a tejberishez, és forgassuk óvatosan össze vele. A felázott labzselatinokat csavarjuk ki, mikróban olvasszuk fel, majd hőkiegyenlítéssel keverjük hozzá a tejberizses masszánkhoz. A hűtőből kivett kekszes alapra kanalazzunk egy kevés tejberést, ez most mindenkinél szabadon választott, nekem egy olyan 1,5-2 centi vastagságban került rá először a rizs, majd ezt betettem a hűtőbe, hogy egy picit megkeményedjen, hogy rá tudjam tenni a gyümölcsös zselé réteget. Ha pontosan a felére akarjátok, akkor felezzétek meg.
Ha egy picit meghúzott annyira, hogy már nem keveredik, jöhet rá az eperzselé, majd ismét tegyük a hűtőbe. Ha megkeményedett a zselé annyira, hogy már nem mocorog, ráönthetjük a tejberizsnek a maradékát, nekem ez lett a vastagabb rész, majd egy éjszakára, de legalább 6 óra hosszára tegyük hűtőbe. Én éjszakára szoktam, az ízek is összeérnek így. Másnap vegyük le róla a tortakarémát, az acetátfóliát vagy sütőpapírt, ki mit használt, majd díszítsük ízlésünk szerint. Én fagyasztott gyümölcsökkel, mert nekem most ez volt itthon, friss gyümölcsökkel biztosan szebb a díszítése, fagyasztott gyümölcsökkel, fehér csoki, színezett fehér csoki szívecskékkel, amit korábban készítettem ugyanebből a fehér csokiból, kevés liofilizált eperrel, és a kertből szedett kis virágocskákkal. A zsáján virágzik és a kakukkfű, ezt használtam fel hozzá, ezzel díszítettem, egy-két habcsok is került rá a gyerkőcök kedvéért, de ezt már mindenkinek az ízlésére bízom. Menta levelet is tettem rá, hogy legyen egy kis zöld is, és volt itthon egy virágcsokor, amiből kettőt kivettem, folpakkal betekertem a szárát, és ezt beleillesztettem a díszítés közepébe. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!